A Google konverzió követő kódok elhelyezése a Joomla honlapokon. Hetek óta ezzel a problémával küzdök, nem egyedül, több weblap tulajdonossal és a Google írószági szoportja is besegít. Mit tegyünk, ha nem működik? Erre keresünk a problémára megoldást. Ezt, amit most bemutatok, ez tulajdonképpen az elmúlt 4 hét összegzése. Talán benne van a megoldás is, talán még tovább kell lépni, de nagyon remélem, hogy azok, akik megnézik, jobban megértik, jobban átlátják a problémát, és talán éppen ez fog hozzáadni bennünket végül a megoldáshoz. Google Conversion Value Tracking kód, probléma megoldás Joomla honlapokon. Tényleg hetek óta keresem. Az összes elérhető nemzetközi fórumon minden szabadidőmet, és időnként még a munkából is egy kicsit ellopva időt erre használok fel. Muszáj egyszer a végére járni. Keresem a Google Support oldalain, a támogató oldalakon, keresem a választ a Google írországi telefonos ügyfélszolgálatával együtt. Nézem a fórumokat. A fórumokat, amelyek alig írnak. Ami egyértelműen kiolvasható abból a kevésből, amit találtam, hogy se a Joomla, se a WordPress oldalak követőkód problémáira nem tudnak igazán választ adni. Persze ez jelenthetné azt is, hogy nincs is probléma, csak mi nem csinálunk valamit jól. Én azonban az elmúlt 4 hét tapasztalataiból megerősítve nyugodtan mondhatom, hogy talán egy kicsit előbb vettük észre a problémát, mint a nagy tömeg. Ez a 4 hét eredménye. Ha összefoglalom, hogy mit találtam a fórumokon, akkor az egyik felét így tehetném. Sajnálták, hogy 3 órás telefonálás után sem tudták megoldani, megmondani a Google Supportnál, hogy hogyan lehet a WordPress köszönő oldalakba elhelyezni az AdWords Conversion Value követő kódot úgy, hogy ez valóban mérjen is. És ugyanez a helyzet a Joomla és a WordPress oldalakban. Hasonló problémákat látunk a fórumokon. Mivel hasonló, és miután nem találtam sokat, csak 1-2 mintaként raktam oda, de tényleg nem találtam sokat. És érdekes, miközben a saját telefonja meg Google Supporttal általában eredményesek. Már most nekem is csupán ígértek. Ígérték, hogy megnézik a technikus kollégák, és visszahívnak. De nem kaptam még visszahívást. Egyik ilyen kérésem július 11-i volt, most meg augusztus 7-e van. Talán nem is nekik kellene tudni. Talán mégis tudniuk kellene, és a technikai útmutatóban ezt is leírni, mert azért nagyon sok milliószámra fut WordPress és Joomla oldal a világban. És azért ezeknek jelentős része a Google AdWords-nek is partnere. Végül itt van a Google útmutatója, ez az egyetlen, amire igazán támaszkodhatok, és amelyet folyamatosan frissítenek. Mindig az eredeti nyelvet adom meg, mert az a legbiztosabb forrás. De tulajdonképpen mire is van nekünk szükségünk, és miről is van szó? A Joomla, a WordPress úgynevezett dinamikusan generált honlapoldalakat mutat. Ezekhez változó konverzióértéket követő kódot kell kapcsolnunk. Ezt a kódot mindig a konverziót követő oldalba kell betenni, oda, ahova a vevő a konverzió után kerül. Leggyakrabban ez a köszönő oldal és a konverziót megerősítő oldal. Nos igen, ez látszatra egyszerű és rutin feladat. Csak meg kell keresni a kódok közt, amik kell, és el kell helyezni az oldal forráskódjába. Íme itt a kód. Néhány sor cserére szorul. Az áthúzott sor helyett azt a sárga 2 sort kell beilleszteni. Ott alul látható a support oldal, amit ehhez felhasználhatunk, ha szükségünk van segítségre. De probléma. A probléma valójában micsoda akkor? Hát a probléma, hogy a kollégám, webfejlesztő kollégám megjegyezte azt, hogy az új típusú virtuálban, a Joomla webáruház programjában, ez az oldal már nem megfogható oldal. Csak úgy. De vajon miért? A fejlesztők elmentek a pluginok irányába, és a plugin válasz a probléma. A pluginok ugyanis nem tehetők egyedivé HTML felülírással, míg a view fájlok igen. Mit is jelent ez?
azt, hogy a HTML kód, amibe beletehetjük az elkereskedelmi követőkódot, az nem a virtual sablonban képződik, hanem a pluginokban. A köszönő oldal teljes HTML kódját egyetlen plugin generálja, a pluginba rakhatjuk be ezt a kódot is. Ha többféle fizetési opció van, akkor lehet, hogy mindegyikhez tartozik egy ilyen plugin. Na és ez az, amiért a weblog fejlesztők nem szívesen nyúlnak bele a rendszerbe. Ráadásul, amennyire én ismerem, tudom, tőlük hallottam, nem is egy helyen vannak, hanem elszórva a programban. Tehát ha FTP-n egy-egy fájlt megnyitok, nem úgy van, hogy abba beteszem, és ezzel kész. Több helyen is meg kell keresni, végig kell bogarászni, ahogy ők mondják, matatni kell a kódba. Szóval miért? Emiatt, és mert minden virtuált frissítéskor, biztonsági frissítéseket is beleértve, újra át kell ezeket egyenként vezetni, mert nem töltődik át automatikusan, hanem felülíródik az eredeti virtuált file a kód nélkül. Jogos a kérdés, mielőtt a megoldásról beszélünk, hogy de miért csinálják a pluginban, ha ez eddig a sablonban jól működött, azt lehetett kezelni, most akkor miért került a pluginba? Talán abban van a válasz, majd a nálam jobban értők ezt megerősítik, vagy kiegészítik, hogy a legnagyobb új kihívás ma minden szoftver számára, minden alkalmazás, webapplikáció számára, az, hogy meg kell jelenni mobilon, tableten, asztali számítógépen, laptopon különféle méretű és különböző programrendszerű eszközökön. Minek kell megjelenni? Hát a honlapoknak. Rugalmasan igazodni ahhoz az eszközhöz, amelyiken éppen meg akarják nyitni, használni akarják. Ezért kell a RESTful Design, azaz egyfajta szoftver szinkronizálás, és ezért kell a responsív sablon, amely automatikusan ahhoz a mérethez igazodik, és ahhoz a formátumhoz, amelyik eszközön éppen a weblapot használni akarják. Hát emiatt. Emiatt nem maradhat a sablonban, ezért próbálják a pluginba illeszteni a köszönő oldalt. És így kénytelenek vagyunk mi is oda tenni valahova a kódot. Erre kell megoldás, a problémát már értjük. Nagyjából, remélem. A Joomla fejlesztő közösségében van egy Joomla One Page Checkout nevű kiegészítő program, egy Components Plugin komplett rendszer, amiben bekapcsolva elvileg megoldható az elkereskedelmi követés problémája is. Tehát ismerik, tudják ezt a problémát, keresik rá a megoldást. Csak a Google konverzió követő ID-t kell beilleszteni a pluginban, meg a labelt, a címkét, ám nem kell a Google konverzió követő kód scriptet magát, amit az előbb a sárga sorokkal mutattam, beilleszteni az oldal forráskódjába, mert nem is tudják, nincs hova. A body után, ha beillesztem, az önmagában csak azt jelenti, hogy duplikáltam, és nem fog működni. Mi is ez a One Page Checkout oldal? Hát ez nem túl előnyös a kép, de nagyjából mutatja a lényeget, amit a webáruház tulajdonosok és a vásárlók is nagyon kedvelnek. A megrendelés, a számla adatok, a szállítási adatok, a fizetéshez szükséges minden információ egyetlen oldalon van. Egy kattintással meg lehet oldani. Kiválaszthatom, hogy hogyan akarok fizetni, milyen szállítást kérek, milyen szállítási címre, milyen számlát állítsanak, és így tovább. Nem kell ezt tovább mondani. Ezt meg kell tartani. Ehhez kell valamilyen módon megoldást találni. És ez a Joomla One Page Checkout, amit látható itt az adminisztrációs felületéből, nagyon komoly rendszert csinál hozzá. A beállításokhoz jó útmutatókat is ad. Ott jobbra lent látható az a kis script, azt én néztem be. Az útmutatók alapján. Igenis, be lehet illeszteni ide az ID-kat. Elvileg ez a rendszer együtt dolgozik a Virtuomart-tal és a Google rendszerével. Elvileg. És tulajdonképpen április közepéig több-kevesebb eredménnyel jól dolgoztunk is ezzel.
problémák mindig vannak. Az utóbbi időben azonban ezek megsokasodtak, és a nagyobbik gond az, hogy ami korábban jól működött máshol, most azok a problémásak. Vagy azok is. Az analitika akadozik. Szerencsére a napi vásárlás is több, mint ami itt látható. Az AdWords konverzió követés adatai, ha összehasonlítom a valós megrendelésekkel, még mindig nagyon nagy eltérést mutatnak, és ez nem magyarázható az organikus találatokból származó vásárlásokkal. A tények és az analitika adatszolgáltatása között van egy nagy eltérés, távolság. Erre kell nekünk megoldást találni. Ha a one page checkout pillanatnyilag nem alkalmas rá, akkor mi van helyette? Mi a B-verzió? Mégis berakjuk a kódot oda, ahova a Google kéri, a konverzió után található oldalba, ami a vevőknek jelenik, meg köszönő oldal és a többi. Vagyis a fizetési opciókat kiszolgáló pluginokba. És amikor nem működik, akkor elnye-belnye mondja nekünk a Google support, hogy igen, igen, értjük a problémát, de hát mi nem látjuk a forráskódban a Google követőkódot. És én hiába erősködöm, hogy ott a nyílt forráskódban a kódot nem látja, de ettől még a pluginban hátul ott van. És jönnek a hibakeresés lépései, hát ha véletlenül valahol máshol találjuk a problémát. Hozzáteszem, hogy a Google hibakereső útmutatói a korábbi verzióra szólnak arra, hogy a forráskódban ott van a teljes követőkód. Ami már nekünk a virtuálban nincs, csak a pluginban. És ezek az útmutatók is azért egy kicsit nekem még hiányosak. Többször végigmegyek az útmutatókon is, bizony többször jutok oda, ismerik, amikor visszakerülnek a kiinduló oldalra, ahol megkérdezik, hogy elégedett volt a válasszal. Hát, néhányat mutatok belőle. Mindenhol a Universal Analytics van használatban? Igen, persze. Nálunk igen. Be van állítva az elkereskedelmi konverzió követés? Igen, persze, be van állítva. Itt a webmesterekkel még lehetne dolgoznom az elkereskedelmi tranzakció sztornozása, hogy azok se roncsák az eredményeket. Pontosabb lenne, hogy azokat ki tudnánk szűrni. De még olyan webmesterrel sajnos nem találkoztam, aki ebben nekem partner lenne. Ráadásul a One Page Checkout erre is ad megoldást, mert itt van az előbb említett script. Jó lenne, ha működni ismét. Vannak további útmutatók? Lehet, hogy vannak, de én tényleg nem találok. És az a gyanom, hogy a Google nem véletlenül ajánlja a Tag Manager konténer kódot, és miért nem véletlenül vezette ezt be. Mert ez az egy konténer, amit beteszünk egyszer, és ezt valóban be tudjuk tenni, nem a headbe, mint korábban a Universal Analytics kódot, hanem a body-ba, mindjárt a body kezdőkód után. Betesszük ezt az egyetlen konténert, és onnantól kezdve a Google automatikusan a remarketinget, az AdWords konverziót, és amit mi akarunk követni, azokat automatikusan megoldja a saját rendszerével. Ez elvben nagyon jó, nagyon örültem neki, és szerintem ez lesz a jövő útja, mint ahogy az előbb mondtam, hogy szoftvereknek minden eszközömnek kell ugyanolyan jól használhatóan jelenni a weblapokkal együtt. Hát ez is elkerülhetetlen. Ebből jön szerintem a harmadik megoldás lehetősége, hogy a Tag Manager konténert kell még kezesebbé tenni. Bízunk abban, hogy meg lesz. Én ezt annyira fontosnak tartom, hogy 2012 végén találkoztam vele először, hogy én 2013-ban mindent lecseréltem, ahol csak lehetett. Nem csak a legfrissebb Joomla verziókban, hanem akik még a korábbiakat tartják, és azt hiszem, hogy ott jobban működik. A frissített verzióknál vannak a problémáink jobban. Sok volt a munka, de azt gondoltam, hogy megéri. Még akkor is, hogyha a kezdetben az ember tényleg problémákkal találkozik, váratlan helyzetekkel. És az analitika követése még oké, de a konverzió követésben ott már a céloknál, már egyes honlapoknál nem tudtam életet lehelni, de
De arra gondoltam, hogy majd ezt is megoldjuk előbb-utóbb. Hogy mire gondolok? Előfordult, hogy nulla értékek jöttek, vagy jönnek. Vagy egy ideig működött, aztán utána nullára váltott. És megint emlékszem rá, hogy valamikor április környékén kezdődtek ezek a problémák. A fórumokon viszont szinte semmit nem találtam ezekről. A Google Support pedig elsősorban az AdWords-re van kialakítva, ugyan az analitikából is egy-két dologra már nyitottak, de gyakorlatilag nem tudnak komoly válaszokat adni még nekünk. Főleg a probléma van. Nekem úgy tűnik, hogy egyelőre nem igazán sikerül emiatt a Joomla szájtok esetében a Tag Manager kódot sem jól használni a konverzió követésére. Legalábbis nekem problémáim vannak vele. Hogyan ellenőrizhetjük le, hogy jól helyeztük el az oldalban a konverzió követő kódokat? Nyilván ez az első kérdés, meg a Tag Manager kódokat. Publikáltuk-e, közé tettük-e megfelelően? Igen, hát magamat ellenőrzöm először. A Chrome Tag Assistant kiegészítőjét használom elsőre, és várok. Ezt látom, vagy dolgozik, vagy nem. A javaslatok alapján megyek a webmesterhez, vagy ha tudok, akkor én változtatok rajta. De ez csak egy dolog. Ha dolgozik, az még nem azt jelenti, hogy valóban lesz is konverzió. Várok a vevőkre, akik a hirdetésekre kattintva konvertálnak és létrehozzák a konverziót. A vevőt viszont nem sürgethetem. Tehát egy hetet, 10 napot is várok. Ha még akkor sem jönnek, akkor jön a Tag Manager hiba oldal. Akkor lehet elmerülni a keresésben. És ha ez sem segít, hát akkor nincs más választásom. Ki a Tag Manager konténer kóddal, be az analitika kódot a head elé, és a köszönő oldalba a webmester valahogy beteszi a konverzió követő kódot, aztán majd jön a tesztelgetés. Vagy összehozzuk, vagy nem. Még azt a megoldást el tudnám képzelni, ha mégsem sikerül ebbe a pluginba megoldani, hogy valahol elhelyezünk egy másik egyedi URL-lel ellátott egyedi oldalt. Egy cikket a Joomlában, amit létrehozok hozzá egy technikai menüvel, kapcsolok egy URL-t, és beillesztem valahogy a rendszerbe. Még ezt nem próbáltam ki, nem gondoltam igazán végig, de még nem kizárt ez sem. Viszont, miközben tesztelgetünk, joggal türelmetlenek a megrendelők, a weblap tulajdonosok, akik szeretnék látni a konverziót, a lehető legtöbb adatot, mert egy megrendelőnek csak két baja van. Az egyik az, hogy túl sok az adat, és nem tud vele mit kezdeni, és elege van belőle időnként. A másik, ha nem jön az adat. És ha most sem jön az eredmény, akkor végképp csak ezekhez a tanácsokhoz fordulhatunk, amit egyébként ennek ellenére, hogy működik vagy nem működik, mindig tanácsos végignézni, hogy mire gondolok. Hát itt van. Ha 24 órán túl sem működik a kód, akkor jön a kód elhelyezésének ellenőrzése, ami arra az esetre van, ha nem használom a Tag Manager-t. Bután hangzik ez most itt. De a kód ellenőrzésnek nem csak a kód ellenőrzés a módja. Amikor méri a konverziót, az eredmények azonban nem pontosak, látom, hogy több az eladás, mint amennyit mutat, akkor az is eszembe juthat, hogy a vásárlók egyre többen letiltják a böngészőben a kukikat. És ha azt letiltja valaki, akkor a konverzió követő kód nem fog dolgozni, nem tud mérni. Lehet, hogy ezért nem kapunk konverziós adatokat? Ezt nyilván nem fogjuk programok javítgatásával kideríteni, de megoldani sem. A Google is ír erről, és ezt még kiegészíti ezzel is, hogy az adott időben a fizetett hirdetésekből származó konverziót tudja mérni, ha az adott időn túl mégis konvertál később a vevő, az már nincs benne az adatszolgáltatásban. Amennyiben az ügyfél az időtartam lejárta után hagyja végre a konverziót, a rendszer nem rögzíti azt. És még van egy harmadik dolog, amire fölhívja a figyelmet. Hát az is előfordulhat, hogy az ügyfél, a vevő nem a Google segítségével érkezett a honlapra. Azt nyilván nem mérheti az AdWords
konverzió követő kód. Ha beírom közvetlenül az URL-t, és úgy megyek a weboldalra például. Na, az elmúlt hetekben azért rendszeres volt, miközben ezeket a gondolatokat leírom. Aközben is. Néhány telefon, néhány újabb chat és levélváltás. Haladunk. Közben azért gondolok arra is, hogy a kevésbé vonzó ajánlatokat se lehet programmal javítani. Azok is lehetnek a baj forrásai. Lehet, hogy ezért nem kapunk konverziós adatokat? Mert a vevő nem elégedett? Szegényes a tartalom is? Ezért az érkezési oldal értékesítési tartalmát is újra át kell gondolni? Sőt, előfordul, hogy nem jól van bemérve, bár ez nálunk ritkán fordul elő, de kapok ilyen Google kampányokat felülvizsgálatra. Azt hiszi, hogy neki megy. A Google végül is költi is a pénzét valamelyest, de olyan rossz a megjelenési aránya, olyan keveset tud megjelenni a pénzért, hogy igazán nincs elég lehetősége a vevők elé kerülni, hogy tényleg számottevő konverziója legyen. Na, van egy másik dolog, amit még szeretnék megemlíteni, hogy előfordul, hogy türelmetlenek. A Facebook a gyors hírfolyammal az tényleg tud szinte óráról órára mozgásokat, reakciókat mutatni. Ha én föltöltök még 1000 forintot a hirdetés, akkor tényleg gyorsabban jelenik meg. Tényleg több lesz hirtelen, óráról órára ingadozhat a látogatók a posztjaimat, a hirdetéseimet látók száma, és a konverzió is így természetesen. De a Google egészen más ez a logika, itt más rendszer működik, és ez akkor tud igazán jól teljesíteni, ha adjunk egy kis kifutási időt a beállításoknak. Itt az óráról órára változtatásnak nincsen számottevő jelentősége, legfeljebb rontja a hirdetések teljesítményét. Javítsanak ki a tévedet, de én ezt tapasztaltam idáig. És hogy miért csináljuk ezt az egészet? Hát azért, mert ha minden jól működik, akkor tényleg az analitikában láthatom, hogy melyik termékből mennyit vettek meg, milyen összegű vásárlás történt, melyik termék oldalon volt a vásárlás, hány százalék vásárolt az első alkalommal, és ha jól dolgozunk, akkor hány százalék vásárlás lesz a következő napokban. Ezért kellene ennek a kódnak jól működni. Mert sokan azt hiszik, hogy az a jó, ha az első látogatáskor kiugróan sokan vásárolnak. Valójában a legtöbb terméknél akkor kapják meg a lehetséges vevők 100%-át, vagy közel 100%-át, ha a következő napokban is van gondolkodó, és később mégis vásárló. Az utóbb vásárlók aránya akár 50%-os is lehet, sőt időnként több. Ezért fontos nekem ez. A kampány sok kattintást kap, mondják, ám kevés a vásárlás. Túl drága a konverzió. Teljesen érthető. De vajon? Lehet, hogy éppen ezért nem kapunk megfelelő mennyiségű konverziós adatot? Mert túl kevés a vásárlás? Mert túl drága a konverzió? Én ezeket a kérdéseket értem, és szeretnék válaszokat kapni rá. Azért azt mondom, hogy a Google erre nekünk segítséget ad. A keresési csatorna útvonalak adataiból kiszűrhetjük, hogy hol hagyják el az oldalt, és még sok egyebet. És ezt a konverzió követést az AdWords-ben azért így is megtaláljuk, még akkor is ezeknél a problémás oldalaknál, ha az analitikában az elkereskedelmi követő kód adatai nem jelennek meg. Hol is van ez a csatorna ábrázolás? Hát itt egy kicsit körülményes megtalálni az eszközök, konverzió, és a konverzión belül onnan egy kicsit körülményes, de egy kis kattogással oda lehet jutni. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt nézze, de az a helyzet, hogy hiába ajánlom, meghallgatnak, és azt mondják, hogy jó, de hol van az analitikában? Miért nulla az adat? Megoldás? Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy amit eddig csináltam, és türelmetlenek is vannak, akik ezt mondják, hogy görcsölés ez az egész. Igen, ez tény. Amíg meg nem találjuk a megoldást. De bármilyen kényelmetlen is, ez a szoftverek világában így működik. Működik. Lehet, hogy fél év múlva,
ám működik. 2003 óta több hasonló probléma keresés után mondhatom, hogy a legnehezebb esetek is megoldódnak. Ezt is megoldjuk.